Tovább tart az árhullám levonulása a Hernádon. Jelenleg a Borsod megyei Bőcsnél a legrosszabb a helyzet, ahol a víz elárasztotta a településre vezető utat. Ott van kolléganőm, Embíró Liza, őt kapcsoljuk most. Liza, mi a helyzet? Most se kisebb-e a településről? De azért természetesen Bőcsöt meg lehet közelíteni, és a település egyik pontjáról el is lehet jutni a másikra, azonban hatalmas kerülővel, mert hát miként is látható, egy nagyon komoly vízoszlop áll a bekötő úton. Ez most a Gesztei irány, ahonnan érkezünk. Gesztei felől lehetne ezen az úton megközelíteni a települést. Belső Bőcsöt, ez a város központja tulajdonképpen. Hát majd egy méteres vízoszlop áll most itt tulajdonképpen. Nem ilyen rossz a helyzet, hogyha a másik irányból érkezünk. Ott egy olyan 10-15 cm-es a vízoszlop, de van a településnek még egy része, a közepe szinte, ahol szintén egy ilyen jelentős vízátfolyás hömpölyög. Ezért mondom azt tehát, hogy nagy kerülőkkel lehet csak megközelíteni az egyes városrészeket, és ez komoly fennakadást okoz, és ez komolyan aggasztja egyébként a helyieket. Sokan jönnek nézni folyamatosan, hogy hogyan alakul a vízszint. A kép egy kicsit csalóka, mert ugye azt látjuk, hogy óriási erővel tör be a Hernád Bőcsre, de akik figyelik reggeltől az eseményeket és a pontos vízállást, azok tudják, hogy reggel 8 óra óta mintegy 6 cm-t csökkent egyébként itt a vízállás. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha nagyon lassan is, de kezd visszavonulni a folyó. Ugye miközben a felsőbb szakaszokon már Hernád, Szent András és Kiskin is kiszabadult, véglegesen úgy tűnik ennek az árvíznek a fogságából, addig Bőcsön ez még nem mondható el. Estére, éjszakára várható valamennyire javulás, és aztán az árhullám vonul végig. Ugye a következő olyan település rész, amit érinthet, talán az majd Ónod, de azt gondoljuk, hogy ott nem lesz komolyabb gond, hiszen ott egy nagyon komoly gátrendszer épült ki az elmúlt időszakokban. Embíró Lizának köszönjük szépen. Most pedig nézzük, hogy mi a helyzet a Sajónál. Putnokon van Rolicek Judit. Judit, vannak-e ott a környéken víz miatt elzárt utak? Szép napot kívánok! Igen, vannak útlezárások, nagyon jól megtekinthető mindez az Útinform oldalán is, és tőlük kaptuk a tájékoztatót. Jelen pillanatban Putnok és Sajó-Veleszt között vagyunk az egyik útszakaszon. Itt azért tudni kell, hogy Sajó-Veleszdet a 26-os számú főútról is meg tudjuk közelíteni. Tehát ez az az útszakasz, ami le van most zárva jelen pillanatban. Nem kell megijednie senkinek sem attól, hogy ó, eljutok egy olyan szakaszra, ahol vízátfolyás van, mint egyébként látni is a képeken, ugyanis táblákkal jelzik mindezt, és mindenhol kint vannak azok a táblák, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy erre most nem tudunk közlekedni. Említettem tehát ezt a szakaszt Putnok és Sajó-Veleszt között. A 26-os főútról a Sajó-Kazára vezető bekötő út is le van zárva. Kesznyéten és Sajó-Örös között teljes út zárva, még jelen pillanatban is, Muhinál pedig még mindig nem jár a komp. A vízügyi szakemberek tájékoztatója szerint a Hernádon levonuló árhullám ma érkezik a Sajóba, ez Ónod alatt van, mint ahogy említették itt a miskolci kollégák is, ahol a nyírt ártér miatt már nem kell nagyobb fennakadásokra számítani. Én arra kérek mindenkit, hogyha ide indulnak a Putnok környékére, a hátunk mögött látható egyébként Putnoknak egy-két épülete, ne ijedjenek meg, mert tényleg vannak olyan helyek, amelyek le vannak zárva, de ezeket mind-mind táblával jelölik. Nagyon szép az idő, esőre nem kell számítani, és itt, ahol állok jelen pillanatban, azért itt is látni, hogy azért már nem akkora a víz. Mondom ezt azoknak, akik mondjuk nem látták itt a tegnapi vagy délelőtti fotókat, videókat erről, ugyanis mondjuk úgy, hogy óránként 1-2 centivel mindig alacsonyabb ez a vízátfolyás. Rolicek Juditnak is köszönjük szépen!